megfelelő tájékoztatást az emberek nem kapják meg. Ugye össze-vissza beszél a kormány, illetve a kormány által futtatott úgynevezett szakértők. Ugye ott van például merkeli professzor úr, aki azt mondta, hogy nem lesz semmiféle hullám itt ősszel, nem lesz negyedik hullám, és már nyár után nem fogunk találkozni a koronavírussal. Ez egyértelműen megdőlt, hát mindenki látja, hogy gyakorlatilag jobban terjed a koronavírus, mint egy évvel ezelőtt, tehát folyamatosan újra kell magyarázni a kormány szakértőinek azt, amit mondjuk még fél évvel ezelőtt hirdettek. És hát leginkább azt tartom óriási problémának, hogy nem adnak exakt információkat az embereknek arról, hogy tényleg valójában mi a helyzet, sőt, ami ennél sokkal nagyobb probléma, Duró Dóra, az országgyűlési képviselőnk éppen ma délután hozta nyilvánosságra azt, hogy a Szent János kórházban ápoltak kétharmada oltott, ezt mondta el dr. Horváth Benedek, a Covid osztály műszakvezető orvosa egy interjúban, a kerületi lapnak adott interjúban, ezt két helyen is elmondja, tehát ez nem valamilyen elírás volt, és ugye ami ebben igazán döbbenetes az az, hogy miközben a nyomtatott lapban megjelent ez az interjú, illetve ez az információ, már az online verzióból kihúzták ezt az információt. Tehát amikor ilyen ügyek vannak, amikor azt látjuk, hogy meghamisítják az adatokat, akkor természetes az, hogy a magyar állampolgárokban kétségek merülnek fel, és én ezt tartom az igazán nagy problémának, hogy nincs egyértelmű tájékoztatás a kormányzat részéről. Tehát attól függ, hogy mit kommunikálunk. Tehát amikor arról volt szó, hogy vegyük fel az oltásokat, az elsőt, másodikat, harmadikat, szerintem olyan nagyon sokat nem tudott volna pluszba a kormány. Azt gondolom, ez a rész ez jó volt, tehát tele van plakátóban az ország, rádióban, tévében folyamatosan megy. Az, hogy az oltás kampány sikeres, az ország működik, így ezt összekapcsolni, az nem tudom, hogy szerencsése, nem érdekes, de ez a része ez jó. Az, hogy mi az oltásoknak a hatásossága, ezt hiányolták nagyon az ellenzék általában, és egészen a mai napig ez olyan információk jöttek ki, amiket nem nagyon tudtunk hova tenni. Kontextus nélkül jöttek ki bizonyos számok, az jött ki, hogy mondjuk a Sinopharm vakcina, meg az orosz vakcina az hatásosabb, mint a Pfizer, stb. Szóval ez egy ilyen fura dolog. Itt nem tudom, hogy látták-e, ma hozták le az újságot, tegnap délután a hírt, tehát lehozták, hogy melyik vakcinának milyen hatásossága van Magyarországon, megcsinálták ezt. Érdekes dolgok jöttek ki, hogyha esetleg majd szóba kerül, akkor beszélhetünk erről. Mindennél a kontextus a fontos. Tehát amit ön mondott, fogalmam sincs, hogy így van-e, amit ön mondott, de ott a kontextus az az, hogy nálunk az idős embereknek az igen nagy százalékát beoltották. Azt tudni kell, hogy a vakcina az nem úgy működik, hogy beadjuk és akkor a vakcina megvéd bennünket. A vakcina az immunrendszerünket aktivizálja. Na most, hogyha valaki nagyon idős vagy beteg, ugye akkor nehezen tudja. Van, akinek egyáltalán nem. Tehát, hogy nagyon sok embert beoltanak, és ha tényleg az lenne a helyzet, hogy a kórházakban több oltott van, mint nem oltott, ne adj Isten, több hal meg, ez igazából nem releváns, mert nyilván, hogyha a legtöbb idős embert beoltottuk, akkor náluk nagyobb a probléma. Tehát egy 85 éves ember hiába kétszer beoltották Pfizerrel, nagyobb a rizikója, mint egy fiatal ember, aki nem oltottak be egyáltalán. Aztán mutatok tanár úrnak, professzor úrnak, egy nagyon friss ábrát, ez most jelent meg, ugye nem tudom mennyire ismeri, ugye a WHO-t biztos ismeri, tehát az Egészségügyi Világszervezet november 20-ai, tehát ez néhány nappal ezelőtti kimutatása. Ugye ez azt összesíti, hogy a különböző vakcinákkal kapcsolatban mennyi mellékhatást jelentettek, hát itt van legalul, még talán a kamera is tudja mutatni, itt van legalul a Covid vakcinákkal kapcsolatos mellékhatások, és nagyon fontos, hogy ezt egy év alatt jelentették, nyilván jó sok vakcinát beadtak, de például mondjuk az előbb említett MUMS, ha már ezt említette, ott 1972 és 2021 között vizsgálják az adatokat. Tehát sokkal hosszabb idő alatt sem merült föl olyan mennyiségű probléma a vakcinával kapcsolatban, mint a Covid vakcinák esetében. Tehát ezek mind-mind olyan nagyon fontos megállapítások, és mondok még egyet, és doktornak nagyon szívesen majd oda is fogom adni ezt a tanulmányt. Ugye erről beszéltünk dr. Páli Jenővel ebben a hosszú videóban. Ugye ez egy amerikai tanulmány, ami 68 ország jelenlegi helyzetét vizsgálja az oltással, illetve a koronavírus terjedésével kapcsolatban, és közel 3000 az Amerikai Egyesült Államokban található megyében vizsgáltak az adatokat. Azt gondolom, hogy ez már eléggé reprezentatív. Tehát ez reprezentatív, mint az, hogy mondjuk nem tudom, valamelyik rokonunk mit mond a szegedi klinikáról. Nekem egyébként szintén egy ott dolgozó, és nyilván nem fogom elmondani, hogy ki az, aki ott dolgozik, ő pedig azt mondta, hogy egyharmad jelenleg az intenzíven az, aki oltott. Tehát ezt nem tudjuk. Az előbb ugye idéztem a Szent János kórházban, ahol azt mondták, hogy kétharmada oltott.
Egy biztos, hogy ez a tanulmány viszont, ami megjelent, ami egy nagyon komoly szaklapban, ugye dr. Pál Jenő ezt elmagyarázta, hogy milyen input és egyéb alapján állapították meg, hogy ez egy nagyon komoly tanulmány, ez viszont azt mutatja, hogy jelenleg, és jó lenne, hogyha erre a szakember válaszolna, hogy jelenleg azokban az országokban terjed a legjobban a koronavírus, ahol a legmagasabb az átoltottság, ráadásul ez egyfajta összefüggés mutat. És például olyan országokban, mint Dél-Afrika vagy Vietnám, amelyek jóval rosszabb helyzetben vannak átoltottság tekintetében, 10%-ot sem éri el az oltások aránya, jóval kevesebb a terjedés. Visszatérve a dologra, több probléma is felmerült. Tehát először is a kommunikáció az nagyon fontos, de azt gondolom, hogy az álhíreknek a terjedése az sokkal-sokkal fontosabb, mint az, hogy Merkeli Béla pontosan megjósolta azt, hogy lesz a negyedik hullám, vagy nem. Igazából ennek gyakorlatilag nincs jelentősége. Akkor van jelentősége, hogyha az oltás ellenesség ezt fölkarolja és úgy tálalja, mintha ez valami óriási probléma lenne. Az más kérdés, hogy nem biztos, hogy szerencsés volt egy ilyen kijelentés. Ugye az előbb említette, hogy szerencsétlen volt, hogy Merkeli professzor úr olyat állított, amiről kiderült, hogy nem volt igaz a koronavírussal kapcsolatban. De nem csak Merkeli professzor, hanem ön is. Ugye egészen konkrétan 2020. november végén, tehát pontosan egy évvel ezelőtt nyilatkozta azt az ATV-nek, ugye kinyomtattam pont ezért, mert fontos, hogy konkrét tényekről vitatkozzunk. Ugye azt mondta, hogy a lakosság minimum 60%-ának be kell oltatnia magát ahhoz, hogy kialakuljon a nyáj immunitás. Na most gondolom, akkor ezt is revideálni kellene, mert ugye egyrészt Magyarországon most nagyjából a 60% már kialakult, de ugye soha nem veszik figyelembe azokat, akik, mint én, akik átestek természetes módon, ugye nem vagyok beoltva, de átestem a koronavírus fertőzésen. A Hollandia a legjobb példa, ahol 85%-os az átoltottság, 15%-a a lakosságnak átesett a fertőzésen természetes módon, tehát nagyjából a 100%-a a lakosságnak valamilyen módon ugye immunizálódott. Ehhez képest sokkal jobban terjed jelenleg a vírus, mint tavaly. Tehát azt látjuk, hogy a nyáj immunitás ezzel a koronavírussal kapcsolatban nem tud kialakulni. És egyéb iránt úgy néz ki, hogy ez azért ugye az úgynevezett náthavírusok vagy influenza esetében ez egy ilyen evidencia. Tehát számomra az a furcsa, hogy ezt mindig is tudtuk, hogy a nátha, mindjárt elmondom. Tehát, hogy a náthavírusokat vagy az influenzát sikerült megállítani az influenza oltással, az influenzát nem sikerült megállítani az influenzát, mert hogy ugye ezek gyorsan mutálódó vagy variálódó vírusok. Tehát ebben az esetben nyilvánvaló volt az, hogy oltással megállítani ezt a koronavírus járványt nem lehet. Azt, hogy 60%-ot mondtam, uraim, akkor még a wuhani variánsnak egy mini változata volt nálunk, nem nevezem meg, hogy mi az, most meg a delta variáns van itt, és a delta plusz variáns kezd el terjedni. A wuhani variáns nyájimmunitási küszöb értéke az 60-65% körülbelül, ennek valószínűleg 90% fölött. Ugye ez van egy nagyon egyszerű összefüggés, minél inkább fertőzőképesebb egy vírus, annál inkább emelkedik a nyájimmunitási küszöb. Most a matematikáját nem mondom, ez egy egyszerű dolog. Tehát az, hogy én ezt mondtam, az nyilván erre a vírusra vonatkozott. Jelenleg a koronavírus őrület az egy politikai kérdés, elsősorban politikai kérdés, másosorban gazdasági kérdés. Ugye nagyon fontos, hogy amikor még a virológusok meg sem szólaltak szinte a koronavírussal kapcsolatban, Klaus Schwab, a Világgazdasági Fórum elnöke már új világrendet, a Great Resetet meghirdette, és egy gazdasági átalakulás lehetőségét látta a koronavírusban. Szerintem ez egy érdekes dolog, illetve az előbb a Fidesz képviselője megemlítette, hogy ugye azt tudjuk, hogy Kínából érkezett a vírus, ezt sem tudjuk, mert a Barcelonai Egyetem ugye 2020 júniusában közzétett tanulmányában ugye azt állapította meg, hogy 2019. március 12-én Barcelonában vett szennyvíz mintában a SARS-CoV-2-t kimutatták. Ugye ez egy olyan kutatási kérdés vagy terület, mint maga az oltás. Tehát még azt sem tudjuk, hogy hol kezdődött az egész koronavírus járvány. Ezek a világhatalmi összeesküvések szerint ezek marhaságok. A Barcelona, hogy Olaszországban is mindenütt kimutatták, igen, valószínűleg Kínából indult el, ezt nem lehet tudni, de igazából totálisan lényegtelen szerintem. Most mi volt a mellékhatások? Tehát igazából bármilyen egyszerű gyógyszernek előveszik a mellékhatás listáját, és úgy próbáljuk beállítani, hogyha ilyet szedtek, akkor szívinfarktustól kezdve akármi előjöhet. Az a probléma, hogy a laikusok nem tudják kezelni a valószínűségeket. Tehát, hogyha valamit egymillió emberből valakinél egy vagy két esetben előjött valami, azt fölveszik a listára, nem biztos, hogy oki kapcsolat van egyébként, abszolút nem biztos, csak aki szeret egy ilyen gyógyszert, annak lett egy szívinfarktusa, vigyázzunk, hogyha valakit ez érdekel, akkor ezt tartsa észbe. Tehát egy ilyen listát bármiről fel lehet állítani.
Nagyon fontos célunk az, hogy egyrészt föltárjuk az igazságot, ugye ahogy az dr. Pál Jenő, a kutató központunk vezetője elmondta ebben a videómban, ami 2 nap alatt azt hiszem 250 ezer megtekintést ért el, tehát mutatja, hogy milyen óriási igény van Magyarországon arra, amit most elkezdtünk. Tehát egyrészt feltárjuk az igazságot, feltárjuk a valóságot, ugye anonim módon várjuk azoknak, létrehoztunk egy e-mail címet, azoknak a szakembereknek, például a Covid osztályokon dolgozó szakembereknek a véleményét, üzenetét, akik el tudják mondani, hogy mi a valóság. Ne haragudjatok, ne haragudjanak, de nem hiszünk annak sem, amit a kormány, vagy bárki a kormány által futtatott szakemberek jelenleg publikálnak, mert az előbb olvastam fel, hogy a Szent János Kórház esetében a nyomtatott sajtótermékben benne volt, hogy 2/3 az intenzív osztályon oltott, az online változatból pedig kivették ezt a mondatot. Tehát amikor ilyen ügyek történnek Magyarországon, akkor természetes, hogy az ember szkeptikus. Tehát mi fel akarjuk tárni a valóságot, és van még egy nagyon fontos dolog, szeretnénk elmondani, hogy hogyan védekezhetnek, mik a tapasztalatai az orvosoknak, a szakembereknek, azok, akik akár beoltották magukat, akár nem. Azt látjuk, hogy oltott, oltatlan, megfertőződik és megbetegszik. Igazából én azt gondolom, hogy amiket itt mondott az oltások, a oltás mellékhatások, ha nem tudom, ez egy nagyon rossz misszió, amit végeznek. Tehát nem az a törekvésük, hogy megtalálják a valódi igazságot, ez körülbelül 5-ször vagy 6-szor mondta, az igazságot keresik. Nekem fogalmam sincs, ki ez a Báci Jenő, vagy nem tudom kicsoda. Páli, dr. Páli Jenő, agyakutató. Jó. Orvosbiológus. Okay. Jó. Hát egyik... Na. Az akadémiai doktori képesítésen nekem is mondjuk a neurobiológus, nem érdekes, nem tudom ki ő, biztosan nagy koponya. Olyat állítottak, lesz nyájújtás, nincs nyájújtás. Nem beszélve kép... arról, hogy ön azt mondta, hogy az a baj, hogy ugye variáns, ez most igen. Egy variáns, a delta igen. Variáns. Tehát akkor miért erőltetik a 4., 5., meg majd a 6. oltást az eredeti, tehát a wuháni vadvírusra kifejlesztett oltásokat? Jó. Tehát mondok egy nagyon meglepő, tehát ön is génbázisú, meg én is. És semmi bajunk nincs, ugye? Jó, csak engem nem Bill Gates által finanszírozott gyárban állítottak elő, mint a Pfizer-BioNTech oltás. Ez egy marhaság. Az, hogy milyen a vírus, hogy szükségünk van arra, hogy többször oltsunk, erről mi nem tehetünk. Ilyen a vírus, ilyen a technológiánk, ha kell, akkor többször oltunk. Szerencsénk van a kanyaróval, meg a mumpszal, egyszer be kell oltani, és akkor kész, egész életre szól az egész. Ez a vírus sajnos nem ilyen. Az, hogy miért... Melyik koronavírus van, ilyen? Melyik hagyományos koronavírus ilyen? Tehát ami nem mutálódik soha, aminek nincs variánsa. Olyan, nincs olyan. Hát akkor köszönöm szépen. Hát ezt tavaly is tudtuk, hogy ez egy koronavírus. Tehát ugye semmi nem, hogy mondjam, jelzi azt előre, hogy valami hosszú távú hatás lenne. Rövid távú hatás az elhanyagolható. Vannak ilyen Facebook oldalak, én látogatom őket, tudom, hogy... Tehát én ezzel az átveréses témákkal kb. 10 éve foglalkozom, és azon tapasztaltam, hogy bármilyen baromságról már, bocsánat, a homeopátiától kezdve, a csontkovácsától, egy csomó dologig, mindenütt rengeteg ember van, aki hiszi ezt, a ővele, a szomszédjával, a feleségének, a barátjának, a titkárnője, mindenkivel valami olyan történt, hogy egyértelmű észték. Ugyanez van itt is. Tehát nincs olyan dolog, ami arra utalna, hogy ezeknek az oltásoknak az új oltás, tehát igazából ezek az új típusú oltások, ezek sokkal hatékonyabbak, mint a régiek. Tehát aki azt mondja, hogy én nekem a régi típusú kell, mert én mit tudom, én félek ezektől, akkor vegye fel a régi típusú oltást. Az új típusú oltás az új típusú lehetőség. Tehát új típusú lehetőség. A kínai vakcina, meg ezek a harmadik, vagy első generációs vakcinák nem működnek olyan nagyon jól, mint ahogy kellene. Ezek meg közel 100%-os védelem biztosítanak a halállal szembe, a kórházba kerülése szembe. Tehát igazából ez nem egy rossz dolog, hanem pontosan, hogy jó dolog. Hogy ugye azt mondta ugye a professzor úr, hogy választhatnak az emberek, hogy melyik oltást kérik, ugye ezt a modern génbázisút, amit még kísérleti stádiumban van, vagy mondjuk a régi, a kínai, a Sinopharm, ami előtt vírus tartalmaz, nem választhatnak, a 14 éves gyermekem nem választhat, csak a Pfizert választhatja, és amikor olyan helyzetek állnak elő, hogy például az osztályából, mivel az egyik oltott kislány megbetegedett, és a betegség tüneteit mutatja, ezért hazazavarták az oltatlan gyermekemet és másokat 10 napos karanténba, ezért ő kimarad az iskolából, miközben lehet, hogy már 3-szor átesett a gyermek a koronavíruson, és az a tanulmány, amit az előbb mutattam, nem csak azt mutatja, hogy jobban terjed a koronavírus ott, ahol nagyobb az átoltottság, hanem azt is mutatja, egyébként ezt izraeli tudósok állapították meg, hogy a természetes megfertőződés, átesés, immunitás jobban véd
az ő mostani szakvéleményük alapján, ez nagyon friss tanulmány Amerikából, mint maga az oltás. Tehát mi van akkor, hogyha az én gyermekem, vagy mondjuk én, ugye átestünk már a koronavíruson, védettek vagyunk, nem vagyunk betegek, én rengeteg emberrel találkozom, rengeteg emberrel kezet fogok egy nap, nem betegszem meg, és mégis őket bünteti jelenleg ez a rendszer. Akkor ez a rendszer hibás, nem? Elég. Jó. Egy mondatot azért, tehát a Sinopharm is egy kísérleti vakcina. Tehát, nem akartam. A másik az nem helyes, amit mondott. Nem akartam dicsérni. Nem helyes, amit mondott az, hogy mi volt? Gondolom. Bocsánat, amit Páli Jenő mondott, és muszáj, eddig türelmesen hallgattam politikus urat, de most már tényleg közbe kell szólni, mert nem járja. És ennél kártékonyabb. Majd, hogyha a műsor vezetője le akar minket állítani. Úgy láttam, hogy közbe semmiképpen ne vágják ki szerintem belőle. Én úgy gondolom, hogy kevés kártékonyabbat. Ki vagy te, hogy közbe akarsz lépni? Én a Bosch Viktor vagyok, a Momentum. Sokkal fontosabb az, amiről a professzor úrral most éppen beszélgetünk. Amit a professzor úr mondott, az valóban fontos, amit ön az kevésbé. Úgy gondolom, hogy kevés kártékonyabb dolog van annál, hogy mintha valaki politikusként és politikai pártvezetőként ilyen módon falhoz állítja a tudományt, és a tudomány 90-95%-át és azoknak képviselőit. És most ez történik, és ezt nem volt hallgatni. Muszáj megtennem. Egyrészt nyugodjon már le. Én abszolút nyugodt vagyok. De ne így nyugtassam már le. Kettő, professzor úr kérje ki magának, egyrészt nincsen falhoz állítva, mert szerintem állja a sarat. Kettő, van ennek a beszélgetésnek egy műsor vezetője, tehát állítsa le magát, jó? Azért azt egy aprócska, igen. Ez csak egy mondat lesz, csak hogy megnyugtassam a mellettem ülő momentós fiatalembert, tehát hogy azt, amikor az operatív törzs tavaly, illetve bocsánat, ennek az évnek, a nyarának az elején, amire én csináltam, készítettem egy videót, hogy az oltás utáni rejtélyes halálozások címet viseli, 650 ezeres megtekintés, kijelenti azt az operatív törzs, hogy közel, lehet, hogy rosszul jelentették ki, majd professzor úr reagál rá. Tehát kijelentik azt, hogy oltások után egy hónapon belül közel 500-an elhaláloztak, ezt gondolom hallotta ezt a kijelentést Müller Ceciliától, akkor azután valami magyarázatot igényelne, nem? Tehát visszajutva oda, ahol kezdtük, hogy a kormányzati kommunikáció. És azóta néma csönd van ezzel kapcsolatban. Tehát a következő helyzet, oltások után és oltás nélkül is rengeteg ember meghal. Nem 480-an, hogyha az, benne lennek az autóban esetben minden, hogy elhunyt emberek, az viszont sokkal több. Világos, de azt nem látja, hogy nem veszi észre önmagába azt a motivációt, hogy megpróbál a szavak csűrésével, csavarásával. Ne személyeskedjünk, mert kigyűjtöttem ennek kapcsolatban annyi olyan mondatot amit most itt fölhozhatnék, de szerintem itt most tudományos, tehát ön a tudomány embere, tehát tudományosan cáfoljon. Cecília véletlenül mondjuk... Véletlenül egy ilyen mondatot kijelent az operatív mondta-e, fogalmam sincs, de hát ugye ez egy világszintű unikum lenne. Ezt mindig ide jönnének a világ virológusai, hogy akkor mi van itt Magyarországon? Mi történik? Nézzük már meg, hogy ez tényleg? Hát ebbe gondolja már bele, a józan paraszti eszével gondolok, mert van esze. Hát én csodálkozom egyébként, hogy ilyen... És a WHO, amit az előbb mutattam, tehát ez a statisztika ezt látja, november 20-ai. Most én hozhattam be önnek egy csomó. Jó, hát hogyha konkrét tanulmányokkal, itt a tudományos tanulmányokkal, vagy akár a WHO, tehát az Egészségügyi Világszervezet információi sem elegek ahhoz, hogy vitatkozzunk önnel. A WHO olyat nem jelent ki, hogyha be van ortva az ember, akkor rengetegen meghalnak. Ha be van ortva az ember, akkor nagyobb az esélye, hogy elkapja a fertőzést. Ez van itt egy ábra a mellékhatásokról. Az igazság az, professzor úr, hogy én viszont pontosan tudom, hogy a Fidesz és ez a balliberális tömb, ez ugyanazt akarja, kötelező oltást akar, amit ön is akar, nem merik ezt most a kampányban a nagy ellenállás miatt kimondani, nem őszinték, de ez jellemző egyébként. Márkizai Péter meg különösen jellemző, hogy nem őszinte, meg hogy össze-vissza beszélje, de egyébként ezt akarják, professzor. Azért nem vezetik, ne szóljon már közben, hát ez volt eddig a baja a tisztelt Momentumos politikus úrnak. Tehát az a helyzet, hogy ezt akarják, csak választási kampány van, ezért nem merik, úgyhogy professzor úr megnyugodhat, április után, ha ők valaki nyer közülük, akkor lesz majd kötelező oltás, én ebben biztos vagyok, és ez mutatja, hogy mennyire kell a mi hazánk a harmadik út, aki viszont azokat képviseli, akik nem hisznek ebben, és iszonyatosan károsnak tartják azt, hogyha ezt a kötelező oltást nem önmagában vagyunk oltás ellenesek, van egy csomó oltás, amelyek nyilván tudjuk, hogy fontos és hatásos, és belettünk mi is oltva. Most konkrétan erről a nagyon furcsa, soha nem tapasztalt új koronavírus járványról beszélünk, tehát mi ebben egy harmadik utat képviselünk. Nekem van egy ilyen személyes kíváncsiságom önnel kapcsolatban.
Tehát ön egy intelligens ember, ez egyértelmű, meghallgattam több ilyen riportját, hogy azt nem tudom eldönteni, hogy most ezeket a téveszmés gondolatok, tehát ön elhiszi-e valóban, vagy pedig tudja, hogy ez egy hívószó bizonyos társadalmi rétegeknek. Úgyse fogja erre válaszolni, nyilvánvalóan. Nyilván lehet személyeskedés, erre válaszolok, mert egy politikusnak minden kérdésre kell válaszolni. Megdicsértem tehát... az intelligenciáját, és azt komolyan gondoltam. Én pedig nem tudom, hogy mi lett volna, hogyha én tavaly nem esek át ezen a koronavírus fertőzésen, mert átestem, és vannak személyes tapasztalataim, és mivel pontosan a politikusi helyzetemben, meg abból kifolyólag, hogy rengetegen követnek mondjuk a közösségi médiának azon részében, ahol még lehetek, vagy még nem tiltottak ki, vagy nem cenzúráznak, rengeteg információ jut el hozzám, és ez a sok-sok információ alapján szakember, vagy olyan laikus, aki átesett ezen a fertőzésen, vagy beoltották, ez alapján alakítottam ki azt a véleményt, amit jelenleg képviselek, illetve amit a Mi Hazánk mozgalom képvisel.